Krisztusban, kedves testvérek! Amikor ennek a két gyógyításnak a történetét olvasok az evangéliumból, akkor egy kicsit olyan érzése van az embernek, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Jézus körüljárt a világon, számtalan emberrel találkozott, számtalan gyógyítás van az evangéliumoknak történetében, mintha csak Jézus az egyszerű hétköznapi dolgát végezné. Nyilván azoknak az embereknek, akik ezeket a gyógyulásokat megélték, azoknak nem volt egyszerű ez az egész történés, hiszen kijönni egy embert megnyomorító állapotból, akár egy vakságból, akár egy némaságból, ez sosem ilyen egyszerű azoknak, akik átélik ezt a változást. De Jézus az Isten fia volt, és egy kicsit úgy érezzük, hogy ez a dolga a világban. Ezért kapta a maga tehetségét, ezért jelenik meg az Isten Jézusban testileg, hogy elvigye az emberekhez a szabadulásnak és a gyógyulásnak a kegyelmét. Ez az evangéliumi történet is úgy fejeződik be, hogy Jézus körüljár a zsinagógában, tanít mindenütt, és meggyógyít minden betegséget és minden bajt. Ez azt jelenti, hogy Jézusnak nagyon sok olyan gyógyítása volt, amit az evangélisták nem jegyeztek fel. Számtalan lenne talán, ha Jézus sok helyen megfordult, hordták hozzá utcaszélekre a betegeket, mert tudták, hogy ha csak rájuk tekint, ha csak megérinti őket, ha csak a ruhája szegélyt érintik, akkor is meggyógyulnak. Tehát számtalan ilyen gyógyítás van, amit viszont külön is feljegyeztek az evangélisták, valószínűleg azért tették, mert ezeknek a külön megemlített gyógyulásoknak van valamiféle örökérvényű üzenete. Így találjuk szembe magunkat ma ezzel a két kiemelt gyógyulással, amikor Jézus két vaknak megnyitja a szemét, és a némából kiűzve az ördögöt visszaadja a beszédnek a képességét. Ha sorra vesszük ezt a két történetet, akkor az első az a vakoknak a gyógyulása. Furcsa ezt mondani talán egy olyan gyógyulásról, ahol az ember mindenképpen az örvendezésnek a lelkületét hordozza, a gyógyulásnak az élményén keresztül, de azt mondom, hogy ennek a gyógyulásnak, amit itt a vakokban látunk, azért vannak előnyei is, meg vannak hátrányai is. Nyilván nagyon nehéz ezt így kimondani, hogy hátrányai is vannak, de a szemekkel az ember nem mindig csak a jó dolgokat látja a világban. Ha a mai életre gondolunk, akkor azt gondolom, hogy a szemek kívánsága által nagyon sokan veszünk el. Nagyon sokan kavarodunk bele ebbe a világba. Egy egész iparága, reklámok iparága arra épült, hogy az embert a szemeknek a kívánságával megdumálják arra, hogy ezt vagy azt a terméket vegye meg. Azt gondolom, hogy az ember néha, ha becsukja a szemét, akkor egészen másképp érez. A becsukott szemmel az ember azért még érzékeli a világot, de elsősorban nem ezzel a fizikai érzékszervével, a látásával, hanem a szívével érzi maga körül a világot és az embereket is. Ugye a gyerekkori régi olvasmányunk Exuperinek a Kisherceg könyve, amiben azt mondja a kisherceg, hogy jól csak a szívével lát az ember. Szent János evangélista, nem az evangéliumában, hanem a levelében, amit élete vége felé írt, azt mondja, hogy mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát a világ elmúlik. Egész életünkben sóvárogva szemeinkkel látjuk azt a világot, amely kívánatos számunkra, látjuk azokat az embereket, akik kívánatosak számunkra, és az ember alig tudja becsukni a szemét, hogy ne csak a látványosságok miatt csábuljon el az egész élete, hanem a szívének az igazi érzései által. Az ember szívében sokkal nehezebben téved. Hát néha csukd be a szemed. Hogy ne lásd, ami vagy aki téged elcsábít ezen a világon. Szíved másképpen lát, a szívedben megérzed, ami igazán fontos, a szíved nem téved el úgy, mint ahogy a szemed nagyon sokszor elcsábul és eltéved. Egy ugyanilyen furcsát lehetne mondani, amikor a némára gondolunk, és a némaságot is önmagában egy csapásnak, egy drámának tekintjük, de azt mondom, hogy a némaságnak is vannak előnyei. Ha mi a némaságnak a lelkületét tudnánk legalább csak néha hordozni, akkor valószínűleg sokkal kevesebb megbántásunk, sokkal kevesebb káromlásunk lenne.
mennyivel kevesebb sebe lenne az életünknek, ha minket soha nem bántana senki, vagy ha legalább sokkal ritkábban bántanának meg, hogy mennyire kevesebbet éreznénk az életnek a bajaiból. Azt gondolom, hogy a világnak az egyik legnagyobb drámája, az emberi közösségeknek szűkebb, vagy tágabb emberi közösségeknek a legnagyobb drámája a megbántó szó. Akár egy pofont is szívesebben kapunk néha, mert azt meg lehet siratni, és az elmúlik. Ennek a keserve, a fájdalma is elmúlik. De amikor a bántások érik el a lelkünket, akkor ezek a bántások után következnek, és az embernek egy soha meg nem gyógyuló lelke van, egy soha meg nem gyógyuló seb keletkezik az életében. Nagyon könnyű ezeket a sebeket okozni, és nagyon nehéz belőle a gyógyulás. Különösen azért, hogyha ott van közelünkben az az ember, akitől a megbántást kaptuk egyszer vagy sokszor, és lehet, hogy már régen nem bánt, de ott van, és nekem ezek az élményei bekövesednek a lelkembe, alig tudom elengedni. A megbántó szót alig tudom elengedni. Ezeknél a kimondott fájdalmaknál még jobban fáj tulajdonképpen, hogyha nem mondjuk ki a szeretetnek a szavait. A megbántó szavakat kimondjuk, de a szeretetet nem tudjuk kimondani. Tudsz beszélni, ennyi dolgod van ezen a világon, hogy az egyedül az embernek adott karizmát, a beszédnek a képességét a szeretet kifejezésére használd. A beszéd készségét a szeretetre kell használnunk. Minden, ami bántás, minden, ami egy sértő szó, az mind halálos bűn. Mert a bántó szavak által meghal a szeretet. Ezért halálos bűn. A szeretet halálát jelenti. Minden sértés, minden megbántás, minden lekicsinylő megnyilatkozás a szeretet halálát jelenti, és ezért ez így halálos bűn. Bármi az oka a bántásnak. Ha jogosan bánt valaki, vagy jogtalanul bánt, egyik is, a másik is a szeretet halálát jelenti. Hát így gondolunk a némaságnak az előnyeire, ki tudnánk mondani a szeretetnek a szavait, és így gondolunk a hátrányaira is. Nem mondjuk ki a szeretet szavait, hanem helyette sértő, bántó szavakat használunk, és halálos bűnökben tobzódik a világ. Sokszor én is, vagy talán te is. Van egy másik nagyon érdekes színe ennek az evangéliumi történetnek, az, hogy amikor Jézus a vakok bemennek hozzá, és meggyőződik arról, hogy elhiszik, hogy ezt meg tudja velük tenni, akkor Jézus megérinti a vakoknak a szemét, és így gyógyítja meg. Nem minden gyógyulásban olvassuk ezt, hogy Jézus megérinti a gyógyítandó embernek a testét. Amikor Jairus leányát látjuk, akkor azt látjuk, hogy igen, Jézus oda megy, megfogja a kislány kezét, így emeli fel, és hozza vissza őt az élők világába. De amikor néhány héttel ezelőtt olvastuk a századosnak a történetét, akinek a szolgája betegen feküdt, akkor elmegy Jézushoz, és azt mondja neki, hogy szolgám nagyon beteg, gyere és gyógyíts, de azt mondja Jézus, megyek és meggyógyítom. Akkor azt mondja neki ez a katona, hogy nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj, mondj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Így Jézusnak megrendül a lelke, hogy egy pogány századoson ilyen hitet lát, el sem megy, meg sem látja, messziről se ezt a szolgát, azt mondja, hogy legyen a hitet szerint. És mire a százados hazamegy, a szolga meggyógyul. Nem kell, hogy Jézus feltétlenül ott legyen. Sokszor nem érezzük azt, hogy Jézus jelen van az életünkben, de azért nem kell, hogy lásd vagy érezd az érintését, akkor is tudod, hogy téged az Isten, ha akar, elér, és meg tudja fordítani az életedet. De ebben a történetben Jézus megérinti. És számtalan más olyan történet van, ahol megérinti embereknek a testét. Azért, hogy őket visszahozza a betegségből, hogy kiűzze a gonosz lelket, itt is megérinti ennek a vaknak a szemét. Volt más vakgyógyítása is Jézusnak, a vak Bartimeusnak a fia, vagy amikor a földre köpött és sarat csinált, és bekente a szemét, itt Jézus a maga puszta kezeivel megérinti a vaknak a szemét. Úgy gondolom, hogy ha Jézusnak fontosak voltak ezek az érintések, akkor a mai embernek talán pont ilyen fontos lehet. Hogy mindenkinek egy kicsit más talán a szeretet nyelve, de a legtöbbünknek azért valamennyi érintésre szükségünk van ahhoz, hogy egyáltalán érezzük a szeretetnek a lüktetését a világban, vagy a saját személyes életünkben. Ugye ismerjük, hogy milyen ereje van akár egy baráti készfogásnak,
vagy egy régen látott, sok idő után újra való találkozásnak egy ölelés és egy hátbaveregetés, hogy milyen sokat jelent, amikor a gyermekemnek az ölel, magamhoz ölelem, vagy amikor a gyermekem megölel, hogy milyen sokat jelent, amikor megsimogatom az arcát egy betegnek, egy haldoklónak a kórházi vagy a halálos ágyán, hogy milyen sokat jelent, amikor megölel egy férje egy feleséget, vagy egy feleség egy férjet. Sokféle érintés van, még az intim érintések is ide tartoznak, és mennyire rá vagyunk erre szorulva, erre a fizikai érintésre azért, hogy egy közösségbe érezzük magunkat, hogy érezzük a szeretetnek a működését. Enélkül nagyon nehéz, ha távol ér ki egymástól két ember, lehet skype-olni, lehet sokféleképpen kommunikálni, de az érintésének a hiánya, az minden kapcsolatot nagyon megvisel, az érintés teljes nélkülözése, az valószínűleg ugyanúgy a szeretetnek a halálává válik. Amikor Jézus ezen a világon élt, akkor meg lehetett őt ölelni. Átölelték a lábát, Júdás csókkal árult el. Sokféle módon lehetett Jézus, csak a ruhája szegélyét érintett a vérfolyás asszony, és ő is meggyógyult. Amikor Jézust érintik ezen a világon, akkor tudja meg a világ ebből az érintésből, hogy ez valóságos ember lett, húsvér ember lett, itt járt közöttünk. Amikor az irány megfordul, és nem a világ emberei érintik Jézust, hanem Jézus érinti meg a világ embereit, akkor ezekből az érintésekből és a belőle származó gyógyulásokból mindenképpen azt érzik, hogy ez nem egyszerűen csak egy húsvér ember, itt sokkal többről van szó. Megérzik benne az Istent, az Istenit, aki ilyen csodákat, ilyen változásokat tud előhozni egy embernek az életében. Ez egy kétirányú történet. De igazából az érintések szempontjából, az érintésben történő szeretetnek a fellángolásáról, igazából az irány majdnem mindegy, az a lényeg, hogy érintések vannak. Isten és ember között. Ha ez a kapcsolat is csak érintés által működhetett igazán, akkor gondolod, hogy a mi személyes életünkben érintések nélküli kapcsolatok, azok virulnak és élnek. Hogy ezek erős barátságok, erős családok, vagy erős házasságok lennének. Elrontott szavak által, ki nem mondott szavak által, és elrontott, nélkülözött érintésekkel a szeretet halálát hozzuk elő a saját életünkben is. Ennél nagyobb fájdalom talán nincsen ezen a világon. Amikor Jézus meggyógyítja a vakokat, azt mondja nekik, hogy senkinek sem mondjátok. Na hát a vakok fogták magukat, kimentek és mindenkinek elkezdték híresztelni, hogy nézzétek meg, ez történt velünk, hát ki lehet az, aki ezt művelte velünk? Ki ez, hanem az Isten fia. Azt is mondhatta volna Jézus nekik, hogy menjetek és hirdessétek. De ebbe biztosabb volt. Ha valakinek azt mondta, hogy hú, senkinek el nem mond, az biztos elmondja még 10 embernek, ebben a mai világban is. Nagyon súlyos kérdés. A mai életünkben nagyon súlyos kérdés. A titkoknak, más titkainak a hordozása. Pletykák és haragok vannak, pletykából származó hazugságok vannak, hazugságokból származó haragok vannak. Ezek a farizeusok is hamisan pletykáltak Jézusról, azt mondták, hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Ez a régi evangéliumi történet és a te életedben a titkok hogy állnak? Persze vannak ügyvédi titokhordozása, orvosi titokhordozása, a papoknak a titkokhordozása, ez benne van, de itt minden embernek van. Amikor a gyermeked, amikor az anyád, amikor a barátod, a házastársad elmondja a titkait. Hogy tudod ezt úgy hordozni, hogy senki másnak tudomására nem hozott. Ezt neked mondták. Érezni kellene a titkoknak a közlésében, hogy neked mondom, de nem üzenem. Neked mondom, de nem üzenem. Senki másnak nem. Tudod-e hordozni úgy sértetlenül a titkokat, hogy ezt el tudod temetni magadban, hogy a barátság jeleként éled-e meg a titkoknak a megosztását, vagy pedig könnyelmű vagy, és olyan sebeket okozol. Ez nagyon fontos számunkra, hogy a belső titkainkat, a házasságunknak a titkait, a családunknak a titkait nem visszük ki a külvilág elé, azért, hogy mindenki ezen rágódjon, vagy ezekből megpróbáljon más dolgokat is kikombinálni. A titkok hordozása régen is fontos volt, ugyanilyen fontos. Hogy tudod-e hordozni akár a magad titkait is, meg tudod-e hordozni mások titkait úgy, hogy ezzel nem sérted meg a feléd bizalommal forduló embert, aki megosztotta veled a titkait. Azt mondja az evangélista a történet végén, hogy Jézus tanított a zsinagógákban, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Hát csak ennyi terhünk van.
A betegségek, amelyek két irányúak, vannak testi betegségeink, vannak lelki betegségeink, amelyek legalább annyira fájnak, mint a testi betegségeink. Ezek itt vannak, ezek a betegségek, és ott van életünk minden más baja. Ami talán nem testi, nem lelki betegség, azt mondanám, hogy érzelmi betegség. Amikor bennünket felsért a világ érzelmeinkben, amikor megsérülnek a szeretet kapcsolatunk, megsérülnek, vagy haldokolnak a szerelmeink, az érzelmi bajaink, a legnagyobb bajaink ezen a világon, az ember nyögve, keservesen, sokszor belegebedve cipeli életének az érzelmi megsérülését, és alig bírjuk. És Jézus ott van, és azt mondja, hogy minden betegséget és minden bajt, amire már semmi reményed nincs, amiről már talán azt gondolod, hogy ez már meghalt. Jézus minden betegséget és minden bajt, életem minden baját képes szeretetével átölelni, és visszahozni valamit, valakit, vagy valakiket egy közösségbe, egy szeretet, vagy szerelmi kapcsolatba. Az Isten csodákat művel. Ezek nem reális esélyek. Az Isten, a csoda, az pont attól csoda, hogy ezek nem reális esélyek. Mi okosak vagyunk, képzettek vagyunk, annyi mindent ki tudunk kombinálni, annyira ki tudjuk számítani, mert okosak vagyunk, vagy számokkal bánó emberek vagyunk, informatikusok vagyunk, mérnökök vagyunk, bankárok vagyunk, sok mindent ki tudunk számolni, valószínűségszámításokat végzünk, és azt mondjuk, hogy ennek van esélye, ennek nincs esélye. Sok mindent kiszámolunk, de az Isten csodáját, az nem lehet kiszámolni. Pont attól csoda, hogy talán a valószínűségszámítás szerint sincsen esélye, hogy ez a dolog megfordul, hogy én érzelmileg vagy testileg megfordulok, meggyógyulok, vagy engem valaki meggyógyít. Alig van esélyünk, tehát pont ez a nagy és ez a csoda Jézusból. Amikor Jézus visszaadja a látást és a szólást ennek a két embernek, akkor azt gondolhatnánk, na de hát, ha ilyen rossz látni a világnak a bajait, ha ilyen rossz hallani a világnak a bántásait, akkor talán Jézus valami rosszat művel. Hát ezt azért semmiképpen nem gondolnám. Úgy gondolom, hogy meg lehet tanulni Jézussal beszélni, és meg lehet tanulni Jézussal látni. Ha én Jézussal látom a világot, Jézussal, mint aki a történelem ura, mert az Isten a történelem ura, ha én Jézussal látom a világot, akkor talán egy kicsit másképp fogom látni az embereket, akik engem körülvesznek, és akik fontosak nekem. És amikor Jézussal tanulok beszélni, akkor ebben a beszédben sokkal több lesz a kényeztető kedvesség és a szeretet, mint amennyi a bántás. Ezért jó az, hogy nekünk szemet ad az Isten, és jó az, hogy nekünk beszédet ad az Isten, mert a szemünkkel tudunk csodálkozni a szépségeken a sok baj között, és a szavainkkal tudunk kedvességről, szeretetről tanulságot tenni a sok sértő és bántó megnyilatkozás között. Hát használjátok fel a kincseket, amelyeket Isten adott nektek a beszédben, a szavakban és az ölelésben, hogyha ezeket a tehetségeket használjátok beszédben, szavakban, látásmódban és ölelésekben, akkor én hiszem, hogy az Isten ott áll csodára készen, és megfordítja reménytelenek tűnő életeteket. És ezek a megfordulások, ezek a visszatérések, ezek mindenképpen jobbá és boldogabbá teszik az életünket ezen a világon. És úgy gondolom, hogy ezek a visszatalálások, ezek a visszatérések, a jó szavak, a jó látás, a szép ölelések, ezek egyszer biztosan még boldogabbá és még jobbá teszik az életünket a halál túlsó oldalán, az Atya országában. Amen.